Nehéz volt, de örültem, hogy idei szezonban tudtam ezt a tudásszintet stabilizálni, és ugyanezt az időt sikerült futnom Londonban a világbajnokságon is, 12 fok szakadó esőbe, és hál' Istennek itt a melegbe, ebbe a páratartalomba, és itt ebbe a mezőnybe szerencsére egy ezüstéremre volt elég. Ez a mostani eredmény, illetve az univerziádi érem önmagában mekkora jelentőséggel bír a szakmai pályafutásodban? Számomra elég nagyot, igazából ez az első nemzetközi versenyről szerzett érmem, úgyhogy én nagy becsben tartom, és nagyon örülök neki. Remélem, hogy sikerül ezt majd még fokozni a jövőben. Hatalmas motiváció számomra, nyilván az olimpia is hatalmas motiváció, és az, hogy érmet nyerhet az ember, ez mindig tovább hajtja. És úgy gondolom, hogy az univerziádé, ez sok mindenkinek egy jó ugródeszka lehet, és a korosztályos versenyekből a felnőtt világversenyekre egy ilyen áthidaló, mégis nemzetközi és nagy elismeréssel bíró verseny. Nekem ez a második univerziádén volt, elég hasonló volt a kettő, mindkétszer így keleten voltunk. Nagyon érdekes számomra, hogy több sportág is jelen van, így nagyon jó hangulat szokott lenni. Szurkoltunk egymásnak, örültünk egymás sikereinek, úgyhogy kifejezetten jó hangulat volt. Én a szemelveszéltem, egészségtudományi karán végeztem tavaly nyáron, úgyhogy már aktívan nem tanulok, dietetikusként végeztem. Most nem kezdtem ebben aktívan dolgozni, mert inkább a sport felé vettem az irányt. A későbbiekben sportolókkal szeretnék foglalkozni, úgyhogy szerintem ezt jól össze lehet majd hangolni a jövőben is.